Kedvezőtlenül hatott a francia gazdaság növekedési ütemére a sárga mellényesek tüntetése. A francia statisztikai hivatal most közzétett adatai szerint 2018-ban 1,5%-kal növekedett a gazdaság, ami jóval elmaradt az előző évi évtizedes rekordnak számító 2,3%-tól. A francia pénzügyminiszter elmondta, a tüntetés sorozat a vártnál jobban 0,2%-kal csökkentette az utolsó negyedév gazdasági növekedését. A kormány előzőleg 0,1%-os visszaeséssel számolt, ami nagyjából 2,5 milliárd euró veszteséget jelent.